Úgy hívják, hogy Teogetlen, 8 éves vagyok, majdnem 9. Élek Pozsonyba, ami nagyon szép hely. Nagyon szeretek sétálni a Pozsonyi vár körül, ott sokszor voltam, mert az olyan intelligens vár, olyan szimmetrikus, amit szeretem, a szimmetriát. A gördeszkázásnak nagyon szeretem, mert nagyon érdekel engem, hogy hogyan forog a gördeszka. Gyere, haza kell mennünk. Szia! Szia! Gyere, gyere, gyere! Nem! Hideg van. Anyu! Gyere, nagyon sokáig voltál. Apám szlovák, nagyon jó a matematikában dolgozik. Azért voltam a matematika olimpián, és ott 64 gyerek volt, és mindenki 13 éves volt, és én csak 8, és voltam 13. Nagyon szeretem a Hegedűt azért, mert nagyon sok érdekel. Például, hogyha a vonóval megyek, akkor miért megy, és ha normális pálcával, akkor miért nem megy. Hogyha nagy leszek, akkor hegedű művész akarok lenni, hegedű komponálni is akarom, és orvos is akarok lenni, szívorvos. Hegedűs nagyon jól tud operálni, mert neki már van a újabban, nem hogy így most megyek kivenni így a szívet, és úgy gyorsan. Szia! Hány éves szia. Vagy? Hadd kezdjük ezzel. Hány éves vagy te? Hát 8 éves. 8 éves! Mióta tanulsz hangszeren? Mióta hegedülsz? 4 éves korában elkezdtem. Nagyon-nagyon jó. Mit fogsz nekünk játszani? Dankla premier szólót. És már alig várod, hogy befejezzem. Igen. És elkezdhessd. Hajrá! Hozza a formáját, ugye? Igen, teljesen. Jó. Ezt a szakaszt szereti. Hozta a formáját. Hozta. Tudod, ki vagy te, kisfiam? Te a Jóistennek a nagykövete vagy, egy földre szállt angyal, aki köszönöm. Azért szállt le hozzánk, hogy a muzsikával meggyógyítsa a mi beteg lelkünket. Egy Isten áldása van. Nem tudom, csak ilyen föltözragadt kérdéseket tudok föltenni ezek után, hogy kinél tanulsz, és hogyan, mennyit gyakorolsz, és honnan tudod ezt, amit tudsz? Tanulok Ácsné Szilijévánál, és nagyon sok energiám van, és ezt nagyon szeretem, mert a játszásban is kell, hogy sok energia legyen, és nekem van. És egész nap és állandóan gyakorolsz? Hát nem állandóan, de olyan 3 órát igen.
Hát, kedves zsűri, én nem csak a vonót tudom beosztani. Mekkora ez a hegedű? Ez feleshegedű. Egy picit még nagy, szerintem, de tudunk rajta segíteni. Csodálatos helyzet, fantasztikus helyzet. Bravo! Ez a csoda, ez az abszolút csoda gyerek, csoda kategória. Ezt ti jobban tudjátok szerintem, mert 4 év alatt így megtanulni hegedülni bármilyen korban. Nem lehet. Persze. Igen. Hát megvan az álmod, hát gratulálom.